közgyűlés határon átnyúló program segítheti az Aknasz latinai sóbánya problémájának megoldását. Vízlépcső, több mint 5 milliárd forintból újul meg a tiszalöki duzzasztó mű és hajózsilip. Biztonságosabb vízben szülés, telemetrikus készüléket kapott a szülészeti osztály alapítványa az Országos Vadászkamara megyei szervezetétől. Együttműködési megállapodást kötött a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és a Debreceni Egyetem egészségügyi kara. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A csütörtöki közgyűlésen a Tisza korlátolt felelősségű európai területi társulás munkájáról is beszámoltak. A kiemelt tervek között szerepel az Aknasz latinai sóbánya természeti katasztrófájának megállítása. A közgyűlés tagjai a területrendezési tervek előkészítő fázisáról is egyeztettek. Csütörtökön ismét ülésezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés Nyíregyházán. A napirendi pontok megtárgyalása során bejelentették, hogy a Debreceni Egyetem egészségügyi karának kezdeményezésére együttműködési megállapodást kötött a megyei önkormányzat és az intézmény. Korábban dolgoztak már együtt, különböző pályázati programokban. A jelenlegi megállapodás arra ösztönzi mindkét félt, hogy a jövőben gyakrabban keressék a közös lehetőségeket, közölte Sesták Oszkár elnök. Az identitáspályázat keretében tervezünk olyan együttműködést, ez egy több mint 800 milliós pályázat, amelynek a megyei önkormányzata kedvezményezettje az adatgyűjtésben, illetve a módszertanban, amely esetében számítunk az egyetemnek a segítségére. A kormány döntése alapján területrendezési terveket kell készíteni a megyéknek és a településeknek. Az előzetes Szabolcs megyeiről csütörtökön egyeztettek a közgyűlés tagjai. A területrendezési tervek egy hierarchikus rendszerben vannak felépítve. Ez a sorrend az országossal indul, amelyek a főbb elemeket tartalmazzák. A megyei már egy fokkal részletesebb. Itt például már az egyszámú főutak mellett a mellékutak és a kerékpárutak is belekerülnek. A települések terveiben pedig már a belterület felhasználása, illetve egyéb infrastruktúrális elemek is megjelennek. Ez a három egymásra épül, így egymás elemeit kötelező betartani. Ennek célja, hogy lássák, mit lehet az adott területen végezni, milyen fejlesztési, gazdálkodási, turisztikai lehetőségeket rejt egy-egy település. Most az előkészítési fázis zárták le, a júliusi közgyűlésen újra foglalkoznak majd a témával. Kiküldjük települési önkormányzatoknak, szakmai testületeknek a előkészítési fázisnak a munkaanyagát. Az új területfejlesztési törvény, amely alapján a meglévő területrendezési tervünknek a módosítása történik, egy sokkal komplexebb és rugalmasabb fogalomkészlettel dolgozik, nagyobb lehetőséget, ugyanakkor nagyobb felelősséget is ad mind a megyei önkormányzatnak, mind pedig a települési önkormányzatoknak. Ezzel ismerkedett első körben a megyei közgyűlés, voltak konkrét módosítóindítványok is, és egy széleskörű társadalmi adatbegyűjtés után települési önkormányzatok szakmai testületektől egy bizottságülés után júliusban újra fogja tárgyalni mondjuk így az 1.1-es változatát a közgyűlés ennek az előterjesztésnek, de még számos alkalommal fogjuk tárgyalni ebben az évben ezt az előterjesztést. A területrendezési terv módosítására többek között Filip Sándornak és Veres Jánosnak is volt javaslata. Ebben az anyagban egy ponton olyan érintik, de nem elég hangsúlyosan azt a programot, amit a megyei önkormányzat korábban konszenzusra már elfogadott, nevezetesen, hogy a nyírségi területen olyan öntözési lehetőséget alakítsunk ki belátható időtávon belül, lényegében központi költségvetési forrásokból Magyarország, amivel megteremtődik a felszíni vízből történő öntözés lehetősége azokon a helyeken, és ahol jelenleg furkutakból tudnak csak öntözni. Ugye az a mezőgazdaság fenntartható fejlődése miatt ez egy rendkívül fontos körülmény, hiszen nagyon komoly nyári aszály problémákkal küzdünk a térség egészében, és ha itt meg nem tudják biztosítani a felszíni vizekből történő öntözést, akkor ez később igen nagy verseny hátrányt eredményezhet ezeknek a területeknek. Úgy gondolom, ez egy fontos dolog, és én még egy javaslatot tettem nevezetesen arra, hogy már ennek az anyagnak a készítésénél is legyenek tekintettel a tervezők a megye legsúlyosabb problémájára, nevezetesen az elvándorlási veszteségünkre. A közgyűlésen a Tisza ETT, vagyis a Tisza korlátolt felelősségű európai területi társulás munkájáról is beszámoltak.
Két kiemelt projektje van jelenleg a társulásnak. Az egyik hulladékgazdálkodási program. Ennek keretében egy lerakót építenének Beregszász és Makkos Jánosi határában. Ez jelentős mértékben csökkentené a megyébe érkező szilárd hulladék mennyiségét, illetve egy biogázüzem épülne Kisvárdán. Ez a keletkezett hulladék további feldolgozását tenni lehetővé. A másik kiemelt terv részeként az aknaszlatinai sóbánya ökológiai katasztrófáját próbálnák elhárítani. Ehhez az ottani egyetemeket kérnék fel, hogy felmérjék a helyzetet és készítsenek tanulmányt. A bánya belsejében vízszintesen haladó járatokat két évtizede kezdte elönteni a víz. Ennek hatására több felszín közeli járat beomlott, és kráterek is alakultak ki. A sós víz eddig is súlyos környezeti károkat okozott a Tisza völgyében, ezt a folyamatot szeretnék megállítani. Ehhez azonban sokkal nagyobb forrásra van szükség, mint amennyi jelenleg rendelkezésre áll, tette hozzá Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke. Egy több mint 5 milliárd forintos projekt keretében fejlesztik a tiszalöki vízlépcsőt, a mások mellett az acélszerkezetek felújítását, a korrózióvédelmet, a gépészeti és elektromos berendezések felülvizsgálatát és cseréjét magában foglaló munkálatok március végén indultak, és várhatóan 2022 elejéig tartanak. Hatalmas vasbeton objektum fogadja a folyópartra érkezőket Tiszalöknél. Az 50-es években épült komplex műtárgy duzzasztó mű, hajó, zsilip és erőmű részből áll. Előbbi kettőt érinti az a több mint 5 milliárd forintos rekonstrukció, amely a Nemzeti Vízstratégia részeként a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. Derült ki 35 perc című műsorunk szerdai adásából. Ez jelenti esetünkben azt, hogy az acél szerkezetek, acél gáttábláknak a felújítása, korrózióvédelme, szükség esetén a cseréje, felhúzó láncok, galláncoknak a cseréje, gépészeti berendezések, elektromos berendezéseknek a felülvizsgálatát, cseréjét szintén jelenti. Illetve hát ez egy vasbeton műtárgy, és ugye a vasbeton műtárgyakat azért olyan 50 évente, 60 évente felül kell vizsgálni. Ennek is természetesen a vizsgálata, illetve a szükséges felújítása is szerepel ebbe a projektben. Ezen kívül a hajózsilip támkapuinak és a kamra komplex felújítása is megtörténik, illetve beszereznek egy úszókotrót az iszaplerakódás kezelésére. A több mint egy éves előkészítő munkát követően a fejlesztés idén március végén kezdődött el, befejezési határideje pedig 2022. január vége. Most jelenleg a munkatér átadások megtörténtek, jelenleg folynak az előkészítő munkák, az organizációs szervezések, az egyéb más kiviteli részlettervek készítése, engedélyek beszerzése, illetve legyártása azoknak az eszközöknek, ami ahhoz szükséges, hogy a rekonstrukció végrehajtását is meg tudják csinálni. Például egy elzáró szerkezetnek a legyártása, hogy ki lehessen zárni egy árvízkaput, tehát fel lehessen húzni úgy egy kaput, hogy közben a duzzasztás az ne szűnjön meg. Az évi 54 millió kilovattóra teljesítményű létesítményt annak idején a tiszántúli területek öntözés fejlesztése, a víziút fejlesztése, elsősorban a Bodrogon és a Tiszán, valamint az energiatermelés céljából építették. Ezek a feladatok később kibővültek, ma már kárelhárítási és természetvédelmi funkciót is ellát. Az objektumot több mint 40 szakember figyeli és működteti. Évente több mint 3500 baba születik a Józsa András kórházban, tavaly pedig mindössze 100 szüléssel volt kevesebb a megyeszékhelyen az azt megelőző évekhez képest. Ezeknek egyre nagyobb része lehet a vízben szülés, a vajudókád márciusi rendszeresítése óta már több mint 10 kismama választotta ezt a lehetőséget. A biztonságosabb vízben szülést segíti elő az a telemetrikus készülék, amelyet csütörtökön kapott a szülészeti osztály alapítványa az Országos Vadászkamara megyei szervezetétől. A vajudókád és a hozzátartozó telemetriás eszköz egymás mellett az egyik szülőszobában. Ezzel már teljessé és még biztonságosabbá vált a vízben szülés a Józsa András kórházban. A készüléket azonban nem csak a vízben szülő kismamák használhatják, a CTG nevű eszköz sokkal nagyobb szabadságot biztosít a vajudáshoz a hagyományos szülések alkalmával is. Ezt a felajánlást a
szülészeti osztályunkon működő alapítvány kapta, akik ebből az 1 millió forint összegből egy olyan teljesen modern szemléletű, gyakorlatilag a 21. századi telemedicinába beleilleszkedő új eszközt tudtak beszerezni, amely lehetővé teszi, hogy a magzati szívhangot, így a magzat méhen belüli állapotát folyamatosan figyelemmel tudjuk kísérni. Például, mivel maga az anya hasára szerelendő eszköz vízhatlan, ezért az új beszerzésű vízben vajudást biztosító eszközünkben is használható. Tehát amikor a kismama úgy érzi, hogy ő szeretne beülni a kádba, mert ott jobban érezni magát, akkor is a hasán maradhat ez az eszköz. Így folyamatosan lehet közvetíteni a információt a baba állapotáról. Ezeket a tappancsokat egy gumis hevederrel rögzítik a kismama hasára, így a topográf folyamatosan képes jelezni a magzat állapotát. Ez nagyon nagy segítséget jelent a biztonság szempontjából, mert a hajudásnak a folyamatos észlelését tudja lehetővé tenni. Mert eddig ugye az történt, hogy 10-15 percenként meghallgattuk a szívükedést, de most már folyamatos észlelést tesz lehetővé, és a magzat állapotában, ha változás következik be a kontrakciók alatt, mondjuk egy bradikard szívműködés, egy lassuló szívműködés alakul neki, azt észreveszük, és nem fenyeget bennünket az a veszély, hogy a magzat rossz állapotban születik. A főorvos hozzátette, országosan és Nyíregyházán is csökkent a szülésszám, azonban ez nem jelent lényeges csökkenést a megyeszékhelyen, hiszen ez az ország egyik legnagyobb szülészeti intézménye. Csökkent a szülésszám nálunk is itt Nyíregyházán, körülbelül 100-al kevesebb új született, mint tavaly előtt, de lényeges csökkenés nincsen, ha ezt veszük figyelembe, mert hozzánk tartozik azért a fehér gyarmati kórház, az a Máté-Szalkai, országos szinten is szerintem minimálisat csökkent ez. De konkrétan tudom, hogy 100 esettel volt kevesebb, mint az előző évben. A főorvos hozzátette, a kórházban mindig sok szülés volt, pályája elején még 4200 körüli számot regisztráltak, ami tavalyra mindössze 3500-ra csökkent. Hungarikum verseny döntőjén arattak győzelmet a tiszaszalkai diákok. A vetélkedőn olyan megyénkbeli értékeket ismertettek meg a többi résztvevővel, mint a beregdaróci vászonvirág vagy a tiszaadonyi kecskesajt. Sikerük elismeréseként csütörtökön a megyei közgyűlés ülésén köszöntötték őket. Felkészítő tanáraik mellett a tiszaszalkai iskolások a megyeháza elnöki tárgyalójában. Abból az alkalomból fogadták őket, hogy a diákok megnyerték az Értékek, kincsek, hagyományok a Kárpát-medencében című Hungarikum vetélkedő 8. osztályosoknak kiírt versenyét. Erre a lakiteleki névfőiskolában került sor a múlt héten. A fiatalok a megyei értékek bemutatására is nagy hangsúlyt fektettek. Az első három dolog, amit bemutattunk, egy Hungarikum, a tiszai halászlé, a második nap, a döntőben pedig a megyénkhez köthető, nem ismeretes megyei értékeket, a tiszaadonyi kecskesajt és a beregdaróci vászonvirágot mutattuk be. A versenyre több mint 200 magyar és határon túli csapat regisztrált, a döntőben közülük 8 vett részt. A Ballagó Hagyományőrzők nevű tiszaszalkai csapat minden fordulót fölényesen nyert meg. Csütörtökön a megyei közgyűlés elnökének és egyik alelnökének meséltek tapasztalataikról. Győzelem mellett, amire nagyon büszkék vagyunk, és aminek nagyon örülünk, hogy ők lényegében követei a megyei értékeknek is, hiszen olyan értékeket vittek magukkal, amelyek a megyei értéktárnak a részei, és be is mutatták őket, és ezáltal megismertették országot, világot velük. Így lett én, hogy így lesz, remélem most már országosan ismert akár a tiszaadonyi kecskesajt, vagy a beregdaróci vászonvirág. A közgyűlés ülésének elején emléklapokkal jutalmazták sikerüket, amelyben a tanulók mellett felkészítő tanáraiknak is nagy szerepe volt. Az NKK ötvös nyerte a regionális bajnokságokban győztes serdülő fiú kosárlabda csapatok országos döntőjét. A kecskeméti tornán Savics Bránne együttese mindhárom akadémiai minősítéssel rendelkező ellenfelét, a Vasast, a Sopront és a Kecskemétet legyőzve végzett az élen. A regionális bajnokságban azok a kosárlabda csapatok szerepelnek, amelyek nem jutottak fel az országos főtáblára.
Az NKK 5-ös serdülő együttese Savic Brane irányításával kezdte a szezont, amelynek végén első helyen zárt az északkeleti régióban. A nyíregyházi fiatalok így bejutottak a Kecskeméten rendezett regionális bajnokok döntőjébe. Az NKK 5-ös a Vasas Akadémia B csapatát 59-47-re, a Soproni Sportiskola B együttesét 70-64-re, a házigazda Kecskeméti Kosárlabda Akadémia B gárdáját 55-49-re győzte le, így aranyéremmel zárta a tornát. Először is szeretem gratulálni ez a játékosoknak. Nehéz volt, amiatt nekem teljesen más mentalitásom van, mint a magyar emberek. Pedig edzésről edzésre, hétről hétre, hónapról hónapra lassú, jobban kezdtünk nézni, mint a csapat. És kemény munka, egész év kemény munka volt. Idő és sok munka kell berakni, és a legfontosabb időben, mikor volt ez a torna, a legjobb forma sikerült hozni. Az NKK elnöke szerint óriási fegyvertény, hogy lényegesen nagyobb merítési lehetőséggel rendelkező klubok csapatai előtt szerezték meg az elsőséget. Mind a három csapat egy kosárlabda akadémiának a B csapata volt, de hát ez borzasztó nagy fegyvertény, hogy az NKK 5-ös itt veretlenül győzni tudott, hiszen a mi csapatunk egy egyiskolára alapozott, egy iskolai bázisra alapozott tulajdonképpen iskolai csapat, akinek az ellenfelei egy sokkal nagyobb lehetőségekkel, anyagi háttérrel, létesítmény háttérrel versenyző akadémiai B csapatok voltak. Én azt mondom, hogy a tavaly évben ezt a versenyt itthon nyertük meg, ez sokkal nagyobb dolog volt, mert idegenben, idegen pályán legyőzni ezeket az akadémiai csapatokat, ráadásul a hazai rendező csapatot az utolsó mérkőzésen, nagyon nagy sportélmény volt, és köszönet a srácoknak és a szülőknek érte. Makrai László elmondta, az elmúlt szezonban 8 korosztályos csapatban 114 igazolt játékos szerepelt az NKK színeiben. Mivel újabb iskolák bevonásával bővül a bázisuk, ősztől nő majd a csapatok és a játékosok száma is. Sikeres szezont tudhat maga mögött a kisvárdai futballcsapat, mivel elérte a bajnokság előtt kitűzött célt, azaz bemaradt az NB1-ben, mondta Révész Attila, a klub sportigazgatója. A felkészülést június 24-én kezdi a csapat, amelynek játékos keretében nem várható jelentős változás. Mint minden újonc, a Kisvárda is azzal a céllal vágott neki a bajnokságnak, hogy meghosszabbítsa élvonalbeli tagságát. 2-4 gólos vereséget követően váltás történt a kispadon, Kondás Elemér helyére Dajka László érkezett. A folytatásban gyűjtögetni kezdte a pontokat a csapat, és a jól sikerült decembernek köszönhetően ugyan kieső helyen, de nem reménytelen helyzetben vonult a téli szünetre a Várda. A tavasz az egész mezőny számára izgalmasan alakult, az utolsó fordulóig kérdéses volt, hogy kibúcsúzik az NB1-től, végül a Kisvárda 10 győzelemmel, 8 döntetlennel és 15 vereséggel 38 pontot szerezve a 9. helyen zárt a első élvonalbeli szezonját. A kulcs az volt, hogy a decemberi 3 fordulóban szereztünk 7 pontot, és megadtuk az alapot. Belátható távolságra került a bennmaradás. Még akkor is kieső zónában voltunk, de viszont azt mondtuk, hogy akkor hozunk pár játékost, akiknek az erejével, segítségükkel a tavaszi időszakra jobbak lehetünk. A 4 játékos érkezésével a kezdőcsapatba, illetve azért a Hugo Szekó az kisebb sérülése miatt többször partvonalon kívülről, hogy a kispadra került. Én azt láttam, hogy nagyon megerősödtünk, és az a kiegyensúlyozottság, az erő az a tavaszi szezonban egy olyan teljesítményet engedett, amelyen sikerült a megérdemelt bemaradást kivívnünk. Mint a sportigazgató elmondta, az elmúlt évhez képest jobb helyzetben vannak, mivel több idejük van a keret kialakítására. Igaz, jelentős változások nem várhatók, mivel a futballisták többségének élő szerződése van, és a lejáró szerződésű labdarúgók közül is többeknek tettek ajánlatot. Az augusztus 3-ai rajtig rengeteg időnk van még, most mindenki pihen, ugyanakkor mi már elkezdtünk dolgozni, de a legfontosabb feladatunk az, hogy a jelenlegi magot, a játékosokat, a legjobbakat, a húzókat megtartjuk. Büszkén mondhatom, már 85-90%-ával megállapodtunk a osztabításról, azokkal kellett természetesen, akiknek nem volt szerződésük, de 70%-ának volt, úgyhogy velük nem is kell foglalkoznunk. Konkrét kérők még nem érkeztek játékosokért. Ahogy telik az idő, egyre kevesebb esélye lesz, hogy távozzanak, mert nem fogjuk tudni őket pótolni. Tehát ha most jön valakiért, akkor elgondolkodunk, mert a piacon akkor szétnézünk, és talán tudjuk pótolni. Július 24-én jön mindenki. Én bízom benne, hogy egy teljes kerettel tudunk
már akkor elindulni. 2-3 poszton szeretnénk konkurenciaharcot teremteni a csapatba, és szeretnénk 3-4 olyan fiatal labdarúgót idehozni, akikből egy fél év, éve eltelt éve stabil NB1-es játékos tudunk majd kialakítani. Az biztos, hogy a klub kezdeményezte a román Minka szerződésének felbontását, helyére a Zalaegerszegen kölcsönben szereplő kapus Zöldesi Illés érkezik vissza Kisvárdára. Vári Barnabás pedig családi okok miatt távozik 4 évi várdai szereplést követően. A Kisvárda Mastergood csütörtök késő délután a klub honlapján közölte, hogy nem hosszabbítja meg Dajka László vezetőedző szerződését. Az új szakvezető személyéről a jövő héten döntenek. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Csütörtökön ismét ülésezett a közgyűlés, a napirendi pontok között szerepelt, hogy együttműködési megállapodást kötött a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és a Debreceni Egyetem egészségügyi kara. Beszámoltak a Tisza korlátolt felelősségű európai területi társulás munkájáról. A kiemelt tervek között szerepel az Aknaszlatinai sóbánya természeti katasztrófájának megállítása. A közgyűlés tagjai pedig a területrendezési tervek előkészítő fázisáról is egyeztettek. Egy több mint 5 milliárd forintos projekt keretében a Nemzeti Vízstratégia részeként fejlesztik a Tiszalöki vízlépcsőt. A munkák során mások mellett felújítják az acélszerkezeteket és a hajózsilip támkapuit, felülvizsgálják és szükség esetén cserélik a gépészeti és elektromos berendezéseket, valamint egy úszókotrót is beszereznek. A rekonstrukció március végén kezdődött és várhatóan 2022 elejéig tart. A biztonságosabb vízben szülést segíti elő az a telemetrikus készülék, amelyet csütörtökön kapott a Józsa András Oktató Kórház szülészeti osztályának alapítványa az Országos Vadászkamara megyei szervezetétől. Évente több mint 3500 baba születik Nyíregyházán, tavaly pedig mindössze 100 szüléssel volt kevesebb a megyeszékhelyen az azt megelőző évekhez képest. A vajúdókád márciusi rendszeresítése óta pedig már több mint 10 kismama választotta ezt a lehetőséget. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 30-án csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Pénteken reggelig szakadozik a felhőzet, de elszórtan még előfordulhat zápor. Az északi szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 12 fok körül alakul. Estig felhős idő valószínű, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok és a szél is időnként feltámadhat, zivatarok környezetében pedig átmenetileg meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 23 fok között várható. Szombaton az északnyugati ország részben napos időre van kilátás, vasárnaptól viszont mindenütt erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, és aznap már többfelé eshet is. A jövő héten átmenetileg melegszik az idő.